Kárpátalján találkozott ukrán diplomatákkal Volodymyr Zelenszky, Olena Zelenszka és Denis Smihál miniszterelnök. A találkozó célja az volt, hogy közelebb hozzák Ukrajna győzelmét, mégpedig a külföldi partnerek támogatásával. Az államfő 5 központi üzenetet fogalmazott meg a diplomatáknak, amit azoknak a szolgálati helyük szerinti országokban kell majd teljesíteniük. Jelenleg Ukrajna nagykövetének lenni azt jelenti, hogy olyan döntések nagykövetei kell, hogy legyenek, amelyekre mi számítunk, amelyeket előkészítünk és tartalommal töltünk meg. Mindez nagyon konkrét. 5 központi iránymutatást fogok most felsorolni. Az első a béke formulája, a béketerv. A második a fegyverek és a szankciók. A harmadik Ukrajna EU és NATO integrációja, biztonsági garanciák és szomszédságpolitika. A negyedik a gazdaság, a helyreállítás és az átalakulás. Az ötödik pedig az emberek, mind itt Ukrajnában, mind a külföldön, az önök szolgálati helyükön tartózkodó ukránok is. Az elnök neje, Olena Zelenszka, elmondta, hogy a diplomaták feleségei nem csupán az úgynevezett puha erőt képviselik, hanem hatásos eszköznek is bizonyulnak. A nőknek elsősorban a humanitárius projekteken kell dolgozniuk, valamint a mentális egészséget és a minőségi oktatást kell gondozni. Jelenleg, amikor gyakorlatilag a világ minden országában vannak ukrán menekültek, különös figyelmet kell fordítani a nemzeti hovatartozásuk ápolására, ami aktív munkát kíván. Egy nagyon eseménydús ősz áll előttünk, különféle találkozók és tárgyalások. Ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy vonják be a feleségeiket, illetve férjeiket. Nekik is vannak ötleteik, van ihletük, és ott van az önök közös tapasztalata is. Ki kell lépnünk az árnyékból, ahogy azt egykor a First Lady-k is tették. Mi erősek vagyunk, és képesek vagyunk megváltoztatni a világot. Képesek vagyunk a cselekvésre, és cselekszünk is. Biztos vagyok benne, hogy erről írni fognak a tankönyvek. Önök meg előadásokat fognak tartani arról, hogy miként hozta közelebb a győzelmet Ukrajna számára a diplomácia. Kárpátalja kormányzója Viktor Mikita elmondta, megyénk büszke arra, hogy ilyen magasrangú tisztviselőket és diplomatákat fogadhatott a területén. Mint fogalmazott, a központi feladat az, hogy fokozni tudják a külföldi partnerek szerepvállalását a jövőben. Az olyan felettébb fontos kérdések mellett, mint a fegyverszállítás, a humanitárius támogatások, az országok területének aknamentesítése és Ukrajna újjáépítése, a hátországnak gondoskodnia kell a befektetőkről is, akik a győzelmet követően fognak érkezni az országunkba. Ми працюємо системно постійно, як голова палати регіонів в Конгресі Президента України відповідає. Az elnök alá tartozó régiók kamarájának vezetőjeként folyamatosan és szisztematikusan dolgozom ezen. Ennek jegyében többször utaztam Brüsszelbe, és számos különböző szintű európai politikussal folytattam tárgyalásokat. Különféle vállalkozásokkal is tárgyaltunk, amiről az elnököt is tájékoztattuk, és felvázoltuk előtte a jövőre vonatkozó terveinket. Kárpátalja jó fejlődési dinamikát mutat a gazdaság terén. A megyei költségvetésben jelentős források érkeznek. Megyénkben számos átterepült vállalkozás is működik már, és számos befektetés is érkezett. Az ukrán diplomatákkal folytatott találkozón Volodymyr Zelenszky és felesége hangsúlyozták, hogy az európai országokban szeptembertől decemberig tartó aktív politikai időszakban senki sem viselkedhet statisztaként, ugyanis az országunk mielőbbi győzelme érdekében mindenkinek teljes erőbevetéssel kell dolgoznia a maga frontján. Az ukrán államfő kárpátaljai látogatásáról a további tudósításainkban részletesebben is beszámolunk majd.